állandóan fáj a fejed, lehet nácium hiányjele is. Na most a nácium egy kémiai elem, egyik az emberi test számára alapvető fontosságú ásványi anyagoknak, de hogy miért is fontos? Azért, mert számos funkcióban vesz részt a szervezetben, mégpedig vízháztartás szabályozása, ugye segít a testvíz megfelelő mennyiségének a fenntartásában, ugye a nátrium és a klorid, tehát a só együttműködve fenntartják a testfolyadék ozmolitását és mennyiségét, aztán idegi működés, ugye a nátrium ionok fontosak az ideg impulzusok átvitelében, az idegrendszer megfelelő működéséhez is szükség van a megfelelő nátrium szintre. Aztán szükséges, képzeljétek el, az izmoknak a megfelelő működéséhez is, illetve a savbázis egyensúlynak a fenntartásához is kell, valamint a vérnyomás szabályozásához is. A nátrium bevitelének szabályozása nagyon fontos a vérnyomás szempontjából, ugyanis a túlzott nártyumbevitel magas vérnyomást okozhat. A magas vérnyomás pedig számos egészségügyi problémához vezethet, ugye köztük a szív- és érrendszeri betegségekhez, például a szívinfartushoz, strokehoz, például, vagy, vagy vesebetegségekhez. A magas vérnyomás különösen fontos kockázati tényező a szívbetegségek kialakulásában. Azt is fontos megérteni a nártyummal kapcsolatban, hogy a nátrium Hatása nem csak az, hogy mennyi sót fogyasztunk, hanem az is, hogy milyen forrásból származik az a nátrium. Tehát a feldolgozott élelmiszerekben, például péksüteményekben, készítelekben, konzervekben, ezekben mindben sok nátrium található. Ezért fontos figyelni ezekre az élelmiszerekre is. Aztán az egészséges életmód részeként ugye, a nácium bevitel csökkentése, például az asztali só és a feldolgozott élelmiszerek korlátozása segíthet csökkenteni a vérnyomást és csökkenteni ezáltal a szív- és érrendszeri betegségek kockázatát is, azonban mindig fontos egyensúlyt tartani a nátrium bevitelével, mivel a túlzott alacsony náciumszintek is károsak lehetnek az egészségre. Na most a Nátrium tüneteit, hogyha megnézzük, ugye más hiánybetegségekkel ellentétben a Nátrium illetve az azzal összefüggő, kellemetlen időnként akár életveszélyes tünetek is, viszonylag gyorsan kialakulhatnak. A Náciumhiány hiány tulajdonképpen azt jelenti, hogy a nátrium mennyisége a vérben lecsökken. A hiány lehet enyhe, közepes vagy igen súlyos is. Az elsődleges, legenyhébb tünetek közé tartozik a fejfájás, a hányinger, a koncentrációs, és a kognitív képességek romlása, az egyensúlyérzék romlása, később étfájtalanság, fáradtság, gyengeség, ingellékenység, zavarodottság, ezek mind jelentkezhetnek, akár a legsúlyosabb hiány esetében még eszméletvesztés vagy kóma is bekövetkezhet. Ugye a tünetek súlyossága szorosan összefügg a nátrium hiánynak a mértékével, ugye, de azzal is, hogy ez a nátrium szintnek a csökkenése milyen gyorsan következik be. Tehát, hogyha a nátrium szint lassan, fokozatosan csökken, akár hetek alatt például, még akkor is jobban tolerálhatjuk, hogyha a nátrium szintje igen alacsony lesz már. Amikor a nátrium szintje kritikus mértékben lecsökken, akkor neurológiai tünetek is jelentkezhetnek, ezek pedig igen veszélyes állapotra utalhatnak, mivel a szervezet folyadék és elektrolit egyensúlya felborul, ugye, vízhatol be az agy sejtjeibe, így azok megduzzadnak. Ennek következtében megnő nyilván a koponyai nyomás, és az agyszövet ugye a koponyához nyomódhat. Ez nem csak fejfájást, hányingert vagy izomgörcsöket okozhat, de légzési nehézségeket vagy tüdő ödémát is, amely akár e, halálos szövődményekkel is együtt járhatnak. Mi okozhat nátriumhiányt? A nátriumhiányt számos dolog okozhatja, de meglepő módon a túl kevés nátriumbevitel az egyik legritkább ok. Tehát a probléma gyökere inkább a folyadék, illetve az elektrolit egyensúly felbomlásában keresendő. A krónikus betegségek közül nátrium hiányt okozhat például a májcirózis, a vesebetegségek, a szívelégtelenség, a pajzsmirinek az alulműködése, esetleg egyéb hormonális zavarok. Aztán a folyadékvesztesség is okozhat nátriumhiányt, például a hosszú ideig tartó hányás, hasmenés vagy fertőző betegségek e, miatt alakulnak ki, vagy a vízhajtók használata például, e, a nagy felületre kiterjedő égési sérülések, vagy egyszerűen az, hogy nem iszik valaki eleget. Tehát megerőltető testmozgás után is kialakulhat nátriumhiány, különösen akkor, hogyha valaki nem pótolja a sportolás közben elveszített folyadékot, illetve elektrolitokat. Gyakran figyelhető meg nátriumhiány, például maratoni futóknál, ugye a tudatmódosító szerek közül az extazi okozhat nátriumhiány, mert fogyasztása ugye jelentősen növeli a kiszáradásnak a rizikóját. A nátrium nak a forrásait ezért nézzük meg, hogy hogyan tudjátok a legegyszerűbben beszerezni. Ugye vannak a, a rossz mód, ugye a hagyományos asztalisó, aztán feldolgozott élelmiszerekkel, ezekkel mind óhatatlanul is, illetve az ételmi ételekkel, mind óhatatlanul is viszünk be nátriumot, de melyek az egészséges források? Na most az egészséges nátriumforrások között olyan ételek találhatóak, amelyek nem csak alacsony nátriumtartalmúak, hanem egyéb tápanyagokban is gazdagok és elősegítik az általános egészséget. Nézzük ezeket friss zöldségek és gyümölcsök. A zöldségek és gyümölcsök mint például a spenót a brokkoli a sárgarépa a paradicsom az alma a banán. Ezek alacsony nátriumtartalommal tartalommal rendelkeznek és magas rost vitamin és ásványi anyag tartalommal bírnak. Tehát nagyon jó nácium forrás. Aztán friss vagy sovány húsok és halak. A csirkehús, a pulykahús, a marhahús, a hal és a tenger gyümölcsei alacsony nácium tartalommal rendelkeznek, és jó minőségű fehérjékben gazdagok, tehát nagyon jó beviteli forrás. Aztán a magok és a hüvelyesek, magvagdiófélék, bablencse, borsó, ezek is mind alacsony nácium tartalommal rendelkeznek, és kiváló rost és fehérje források. Aztán a teljes kiölésű gabonák, az alacsony zsírtartalmú ö, tejtermékek is, mint például a joghurt, a sajtók, ezek mind mérsékelt nátrium tartalommal rendelkeznek, de kálciumban gazdagok, ami fontos az egészséges csontokhoz és a, fogakhoz is, illetve a friss vagy szárított fűszernövények, ugye a koriander, a bazsalikom, a perzselyem, a fokhagyma, ezek is mind alacsony nátrium tartalommal rendelkeznek, és ízesítéshez nagyon jól használhatóak ételben, nagyon sokszor Használják egyébként szerintem kellemes íz, ízt aromát ad az ételeknek, próbáljátok őket ki. Az egészséges étrend kialakításánál összpontosítsa friss egészséges alapanyagokra azokra az ételekre, amelyek természetes módon alacsony nátriumtartalommal rendelkeznek és gazdagok más tápanyagokban. Jó, az ilyen ételeknek a rendszeres fogyasztás egyébként hozzájárul az egészséges táplálkozáshoz és a megfelelő nátriumbevitel fenntartásához is. Gyerekeknél ugye a nátrium szükséglet változik életkor, nem és egyéni egészség állapot szerint, de az Amerikai Gyermekorvosok Akadémiája ajánlása alapján 1-3 éves kor között legfeljebb 1000 mg, 4 és 8 éves kor között 1200 mg, 9 és 13 éves kor között legfeljebb 1500 mg. Fontos megjegyezni, hogy ezek csak ajánlások, általános irányelvek, és minden gyerek más, tehát a kezelőorvossal kell megbeszélni, hogyha valamit észrevesztek, hogy fokozott nátrium bevitelre lenne szükség. Néhány embernek fokozottabban kell figyelni a nátrium bevitelt, mint másoknak. Például azoknak, akik magas vérnyomással, szívbetegséggel, vesebetegséggel vagy más egészségügyi problémákkal küzdenek, nekik általában korlátozniuk kell a nátriumbevitelt. A nátrium érzékenységére hajlamos embereknek, akik érzékenyebbek a só okozta víz visszatartása, vagy a magas vérnyomása szintén figyelmet kell fordítani a nátriumbevitelre, Ugye a nátriumbevitelének a csökkentésének számos előnye van az egészségre, ugye csökkenti a vérnyomást, csökkentett szív- és érrendszeri betegségek kockázata, általános egészséges észen kialakítása, tehát az az egész szervezeted meghálája, vízháztartás egyensúlya, ugye a nátrium bevitel csökkentése segíthet megőrizni a test víznek az egyensúlyát, tehát összességében a nátrium bevitel csökkentése előnyös lehet az egészség szempontjából, különösen azok számára, akik hajlamosak ugye a magas nátrium tartalmú ételeknek a fogyasztására, vagy akiknek fokozott figyelmet kell fordítaniuk a vérnyomásokra, a szív- és érrendszeri egészségükre is. Remélem, hogy tetszett a videó, hogyha igen, akkor lájkoljátok, osszátok meg, és legyen szép napotok, sziasztok!